vagyok itt. Meg is látogatom őket szépen. Hú, már énekelnek. Ezek a gyerekek nagyon várnak engem. Kajzot kaptam tőle. Milyen szép ez az ahol. Önnel jövök. Jövök, jövök, gyerek. Képzeljétek el, én az előtt kilestem a folyosóra, és láttam valakit. Láttam valakit. Biztos? Igen! Én várjuk. Igen! Hát jó helyen járok, gyerekek! Itt van ez a sok kedves kis gyermek, akik már engem nagyon várnak. Gyere, elfáradtál? Nagyon, kedveském. Hova tudok leülni, mert már nagyon messziről jöttem. Neked készítettük. Nagyon jó, köszönöm. Áldás, békesség. Szervusztok, gyerekek. Leülhetek akkor ide? Jaj, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon messziről jöttem. De nagyon nagy örömmel jöttem hozzátok, mert hallottam, hogy itt nagyon sok kedves gyermek már várja a Mikulást, úgyhogy jöttem is, mert még rajzokat is kaptam. Képzeljétek el! Tudjátok, kik rajzoltak nekem? A Manu. Van. Hozd ki, légy szíves. Jaj, de szép, ez igen. Nagyon kedvesek vagytok. Sok szép rajzot kaptam itt a napocskás gyerekektől is. Igen, köszönöm, te is. Nagyon kedvesek vagytok. Ó, nevet is írtatok rá? Hogy tudjam, hogy... Hát én már abból fogom tudni, mert én amúgy... Nem? Elfelejtetted, nem baj. Nagyon szép kis rajzokat kaptam tőletek. Nagyon-nagyon köszönöm. Itt a Lizától, Dávidtól, Atikától, Majától és a többiektől még üzeneteket is kaptam. Úgyhogy nagyon kedvesek vagytok. Na és mivel vártatok engem? Készültetek valami szép énekkel? Úgy hallottam. Igen? Eléneklitek nekem? Igen. Jaj, de kedvesek van. Hát ez gyönyörű volt. Tudtok még? Igen! Jaj, de jó! Hát ez is gyönyörű volt. Nagyon szép hangotok van. Neked is, mindenkinek. És olyan kedvesen énekeltetek. Tudtok még többet is? Vagy? Na akkor majd a végén eléneklitek, mert most hoztam ám nektek sok jó dolgot, amiről énekeltetek. Mit szóltok hozzá? Odaadjam nektek? Igen!
Nézzétek csak! Kedveském, tud valaki nekem segíteni ebben, hogy... Jaj, kedveském, mert olyan öreg vagyok már, én csak... Mikulás bácsi, amíg pihensz, addig hagyd mondják már el a gyerekek a verseket, jó? Verseket is tudtok? Igen! Hó, de ügyesek vagytok, na hagyd hallgassam! A csivárványos gyerekek kezdik. Hát ez nagyon kedves volt. És tudtok még többet is? Igen, meg is kapcsolhatjuk őket. Hát, mondd most versetni. Nagyon szép volt. Igen, de már... Jaj, de ügyesek voltatok, kedveském! Köszönöm szépen! Na, hallgassam őket! És mondjuk el először a verset! Hoppi, hulli, szemben a földre, puha takaró lesz reggelre belőle, Mikulás éke, zsákja lombáján, csillagok kísérik éjjeli útján, hajnali fényben csak a nyomát látod, titok ölel minden, vár az ajándékot. Ez újra a Mikulás. Hát ez gyönyörű volt, kedveském, nagyon szép volt. Hát ti nagyon megérdemlitek ezeket a csomagokat, úgyhogy ki is hoztam nektek, jó? Na, név szerint fogunk kiosztani, mit szóltok hozzá? Itt a napsugárcsoporttal kezdünk, jó lesz így? Jó. Jó? Na, hát akkor Csen Órikát kérném szépen először, hogy jöjjön ki, hagyj adjam oda neki a kis csomagot. Nagyon szépen fel vagytok öltözve. Nagyon szép kis mikulásos. Tessék, Nórika, szívesen. Csidera Rilka. Igazán szépen mikuláshoz illően vagytok. Nagyon szívesen, kedveském. Dombóvári Zselyke. Jaj, de szép ruhád van. Nagyon tetszik. Tessék. Dóci Sárika. Sárika. Gyere, tessék. Neked is adom. Egy szép nagy csomagot. Tessék.
Fejes Anna, Annácska, tessék, nagyon szívesen. Forgó Attilát is kérnek. Attika nincsen, nem baj. Majd elviszem neki otthonra. Gönci Dorka. Ő is szegényként. Kírják Hannácska. Tessék. Milyen szép szíves pulóvered van, szívesen. Kis Linett. Lincsike, gyere ide. Neked is milyen szép ruhád van. Tessék. Köszönöm szépen. Kovács Barnabás. Barnuska. Tessék. Nagyon ügyesek vagytok. Kovács Hanna. Nagyon ügyes. Kundorina. Ő is beteg sajnos. Lakatos Zsoltika. Tessék Zsoltika. Szívesen. Laurinyec Attila. Tessék Attika. Szívesen. Marosi Gabriella. Nagyon csinos vagy, tessék. Köszönöm szépen. Máté Maja. Tessék Majáska. Nagyon szívesen. Nári Szilvia. Sörgénykei. Olá Dávidka. Tessék. Polgár Milán. Tessék. Szívesen. Szabó Anna. Tessék. Szabó Liza. Úgy, de szép. Nagyon szép szarvaid vannak. Mint az én rénszarvasaimnak. Te voltál a Lilla? Ő volt a Lilla? Liza. Akkor a Lillácskát, Szabó Lillát várom. Tessék. Szívesen. Szilágy és Anyika. Tessék. Szonda Máté. Beteg sajnos. Takács Andrea. Andika. Ő is beteg. Akkor a Hajnal csillagcsoportból kérném szépen Bíró Laurát. Gyere, Laurácska. Tessék. Fogad, édes? Nagyon jó. Csút Emilliát kérném szépen. Tessék. Szívesen. Fási Istvánkát kérném szépen. Gyere, Pistike. Nagyon ügyes vagy. Tessék. Tessék, Pistike. Elfogadod? Köszönöm szépen. Nem? Geszti Dorinát is kérném szépen. Tessék, Dorina. Üvegbari Kent kérném szépen. Tessék, nagyon jó pólód van. Kálnai Lajoskát is kérném. Ő sajnos beteg.
Akkor Kovács Nórikát kérem. Tessék, Nórika. Nagyon szép pulóvered van. Kudlacsek Benettet kérnék szépen. Benette, gyere. Tessék. Tessék. Lakatos Levente. Gyere, Levike. Nagyon fajn kis pulóvered van. Pulóvered. Szívesen. Magda Nórika. Tessék, Nórika. Szívesen. Major Ádám. Ádika. Neked is nagyon jó kulcsid van. Mihály Aliszka. Neked is nagyon szép ruhád van. Olajos Sándor. Sanyika is beteg. Olá Mira. Mirácska. Tessék, Nana. Védei Dalma. Köszönöm, kedveském. Tessék, szívesen, nagyon jó pulcsid. Rédei Donát. Donátka. Tessék, szívesen. Sajtós Lili. Lilike, tessék. Tessék, Lilike. Sárkány Zsejke. Neked is nagyon szép pulóvered van, szívesen. Serfőző Andika. Ajjaj, lecsúszott. Tessék, Andika. Nagyon csinos vagy. Nagyon... Nem is kell tőlem félni. Nagyon aranyos vagy. Én se félek tőled. Mit szólsz hozzá? Szabó Levente. Tessék, Levente. Szabó Vencelke. Tessék, Vencelke. Szívesen. Tímár Réka. De szép pulóvered van neked is. Nagyon szívesen, édesem. És Tímár Máté. Neked is nagyon jó pulcsid van. Tessék. És jön a szivárványcsoport. Beke Boglárka. Tessék, Bogika. Nagyon szívesen. És Beke Dávid. Ő is beteg, szegényként. Beregszászi Marcel. Tessék, Marcika. Szívesen. Burján Dominik. Tessék, Dominik. Szívesen. Csajági Judika. Tessék. Nagyon szívesen. Csontos Roland. Beteg. Ó, szegény. Dobos Dorottya. Tessék, Dorika. Nagyon szívesen. Geszti Linda. Tessék, Lindácska. Szívesen. Geszti Sárika. Tessék. Nagyon szívesen. Hettinger Sanyika. Beteg ő is, szegény. Hettinger Annabella. Tessék, Bellácska. Szívesen. Hodos Boglárka. Tessék, Bogika. Nagyon szívesen. Katona Zsófia. Nagyon szép ruhád van neked is. Szívesen. Kelemen Grétike. Kelemen Gréti. Tessék, Grétike.
Tessék, drágám, itt van, nézd csak, neked is hoztam egy szép csomagot. Tessék, fogad szeretettel. Nagyon szívesen. Kis Ferike. Tessék, Ferike. Kocsi Zsófika. Vagy Zsolika. Nem hagytam ki? Tessék. Katona Zsófika. Ja, ez csak a botunk. Katona Zsófikának odaadtam már? Grétikének is? Akkor Ferenc? Nagyon jó. Köszönöm. Hát már öreg vagyok, gyereke. Köszönöm szépen. Lehet, hogy jobb lesz, ha lent hagyjuk. Jó. Kis Ferenc is van? Akkor Molnár Abigé jön, ugye? Tessék, kedvesem. Nagyon szívesen. Köszönöm, kedvesem. Nátházi Zsoltika. Ő is beteg. Jaj, szegényken. Akkor Nádudvari Noel. Ő is. Aj, sok beteg gyerek van. Szabó Dávid. Dávidka. Gyere, Dávidka. Gyere, drágám, neked is hoztam egy csomagot. Tessék, kedveském. Ide, ide, itt, nézd csak. Szabó Rajmund. Rajmika, gyere. Tessék. Semmi baj. Köszi. Vékony Nellike. Tessék. Nagyon szívesen. Veres Evelin. Evelin. Ő is beteg. Veres Sárika. Ő itt van. És Virág Vandorka. Ő is beteg. Sajnos nagyon sokan beteg. Nem baj, majd akkor elviszem neki. Meg odaadtam mindenkinek, ugye kedveskén? Igen, 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 köszönjük. Nagyon köszönjük. Itt az óvónéniknek is szeret. Figyeljétek egy kicsit, gyerekek! Figyeljétek már! Még hoztam kis ajándékot az óvónéniknek is. Minden csoportban egy-egy ilyen szép angyalkát, jó? Úgyhogy majd az óvónéniket szeretném megkérni minden csoportból, jöjjenek ki! Tessék, kedveském! Tessék, drágaságom! Tessék, kedvesem! Jó? Na! Hát én kiosztottam az ajándékokon. Mikulás bácsi, biztosan elfáradtál, egy kicsit meg szeretnénk kínálni téged. Hát az a baj, mert nem nagyon tudok enni majd. Akkor majd csomagolunk az útra, jó? Jó, csomagolunk. Köszönöm. Neked az útra, mert biztos szükséged lesz rá, mire még bejárod az a sok-sok helyet, ahol bizony várnak a gyerekek. De hát én még úgy hallottam, hogy egy énekkel készültek ezek a gyerekek. Úgyhogy ezt még meghallgatom, és utána megyek tovább, mert nagyon-nagyon sok helyre kell még mennem, gyerekek. Képzeljétek el. Örülünk, hogy itt voltál. Mikulás, én még külön egy belső. Tényleg? Hát akkor én meghallgatom azt is, hogy gyorsan elmondom. Ez nagyon szép volt. Ez már az Úr Jézusról szólt.
Igaz? Nagyon jó. Hát akkor én az Úr Jézusnak az útkészítője vagyok, mert ő sokkal nagyobb a Mikulásnál. Ő az, aki eljött értünk, és örök élettel ajándékoz meg bennünket. Nem csak egy ilyen kis csomaggal. Úgyhogy nagyon köszönöm, akkor még az éneket meghallgatom, és akkor elbúcsúzok tőletek. Igazán szép volt. Isten áldjon benneteket, áldás, békesség. Jövőre is eljöjjön, gyerekek. Szervusztok. Áldás, békesség. Köszönöm. Most benézek a bölcsödébe is, hallom, már bölcsi is van. Ott is várnak a gyerekek. Másik oldalt szólok neki. De erre még nem jártam én sem. Biztos nagyon kedves gyerekek vannak itt is. Lassabban. De szép ez az óvoda. És akkor tehát megyünk a bölcsibe. Na nézzük, itt várnak-e a gyerekek. Hát itt még nagyon kis gyerekek vannak. Hoztam ám nektek egy kis ajándékot, mit szóltok hozzá? Ezért csak a segédembe hoztam, mert én már öreg vagyok, nem bírom. Énekeljünk a Jaj, de kedvesek vagytok. Mert készültünk el mi is egy kis meglepetéssel. Nagyon kedvesek vagytok. Nem sietsz annyira. Nem. Meghallgatom, hogy van. Itt kopogott, kopog, megérkezett ti a postabor. Itt kopogott, kopog, megérkezett.
Jöjjön kedves ti lapunk!
Nagyon szép volt. Igaz. Áldásség, utal kukulásban. Köszönöm szépen, felfogtunk. Anyának megmutatjátok, hogy mi minden hozott nektek. Kivisszük majd a polcotokra. Jó, és ott van majd, kibontja nektek.